Köszöntöm a kedves méhésztársakat és leendő méhészeket. Ebben a filmben megismerkedünk a digitális kaptármérleg továbbfejlesztett verziójával. Lesznek olyan információk, amiket megismétlek az előző videóból, de bízom benne, hogy olyan érdeklődők is nézik a filmet, akik még nem találkoztak termékünkkel. Elsőként nézzük meg a csomagolást. Nagyon könnyű, praktikus, mindössze 1540 g-ot nyom. A dobozon megtaláljuk a mérlegünk típusát, amit a kezemben tartok, az egy H-s jelzésű, tehát Hunor rakodó kaptárakhoz vonatkozik. Ezen kívül találkozhatunk még NB-ssel, 1C-ssel, GSMS-sel és vezeték nélküli kaptármérleggel. A doboz olyan látható, hogy 2-től 150 kg-ig mér, tehát széles skálán méretünk vele. Nézzünk is bele a csomagolásba. Ahogy kinyitom a dobozt, egyből mérlegünk teherhordó felületét pillantjuk meg. Ez kapott egy nagyon szép megybordó festés, ami arra szolgál, hogy amikor kaptárunk alatt van a mérleg, pára vagy nedvesség hatására ne vetemedjen meg a keret. Itt található a digitális kijelző, és dobozunk tartalmaz még egy használati utasítást, amiben rövid információt találunk arról, hogyan használjuk mérlegünket, hogyan cseréljük ki az elemet, és egy rövid műszaki táblázat. Nézzük is meg közelebbről mérlegünket. Itt található a digitális kijelző. A kijelző elején van egy kis ablak, amin leolvashatjuk a mért tömeget. Kijelzőnk kilogramban fogja megadni a mért értéket. A kijelző alján találunk egy csatlakozási pontot, amivel össze tudjuk kötni a mérőtalpat, és miután csatlakoztattuk a kábelt, a csatlakozási pont mellett található gomb egyszerű megnyomásával indíthatjuk a mérést. Kijelzőnket 2 darab 1,5 voltos elemmel szállítjuk, amivel 2 évig nyugodtan használhatja a mérlegét, majd miután kimerült az elem, elemcsere után újra indíthatjuk a mérést. Az elemcserét a film végén fogom ismertetni. Itt található a mérőtalp. Mérlegünk ezen felülete a teherhordó felület, erre fogjuk tenni a kaptárunkat. Mérlegünk alatt találjuk a 4 darab mérőgombát, ami a lehető legfontosabb mérést teszi lehetővé. Itt körbefut egy kábel, amivel a kijelzőhöz tudunk csatlakozni. Csatlakoztassuk is a kijelzőnket. Így néz ki mérlegünk csatlakoztatva. Nézzük meg, hogy néz ki használat közben. Első lépés, hogy a mérőtalp csatlakozóját bedugjuk a kijelzőbe. Miután bedugtuk, a kijelző alján található gombbal elindítjuk a mérést. Egyszer megnyomom. 3 felvillanás után véglegesíti a mért értéket, 17,9 kg. Gyarapodás szimulálására felhasználok 2 üveg mézet. A gombot újra megnyomom, majd kijelzőnk kiírja, hogy 20,4 kg, tehát a gyarapodás sikerült. Hogy fogyást is szimuláljunk, leveszem a 2 üveg mézet, a gombot újra megnyomom egyszer, majd kiírja, hogy 17,9 kg, tehát a fogyás szimulálása is sikeres volt. Miután elvégeztük a mérést, egyszerűen lecsatlakoztatjuk a kijelzőt, és mehetünk tovább. Most pedig bemutatom, hogy hogyan cseréljük ki kaptármérlegünk kijelzőjében az elemet. Mielőtt nekilátnánk az elemcserének, a mérőtalpat csatlakoztassuk a kijelzőhöz. Miután csatlakoztattuk, egy csavarúzó segítségével lazítsuk meg a kijelző tetején található 4 darab csillagcsavart. Miután ezt kilazítottuk, finoman pattintsuk ki a fedlapot, és egyből láthatóvá válik a 2 darab ceruzaelem. Ezt a vékony drótot, ami az elem tetején található, finoman fellazítjuk, kivesszük a 2 darab ceruzaelemet, és először csak az egyik új elemet rakom be, majd mielőtt beraknám a másodikat, a kijelző hátoldalán található tárázó gombot nyomva tartom, mindaddig, míg bele nem rakom a második elemet. Miután beraktam, elengedem egy pillanatra, újra megnyomom, kalibrál a kijelző,
kiírja, hogy 0 kg. Ellenőrzés céljából rárakok 2 üveg mézet, 2,5 kg-ot mutat a műszer, tehát az elemcsere sikeres volt. Az elemek tetején található drótot ne felejtsük el visszahajtani az esetleges rázkodások miatt, mert kieshet az elem. Majd igazítsuk el finoman a drótot, rakjuk fel a kijelzőt, csavarozzuk vissza a kijelzőn található 4 darab csavart, és sikeres volt az elemcsere.